a nagy része az azoknak a bizonytalan szavazóknak szólt, akik esetleg amiatt aggódnának, hogyha kormányváltás lenne, akkor egy csomó olyan vívmány, ami egyébként nekik tetszik, vagy mondjuk a pénztárcájuknak hasznos, azok elvesznének. Tehát alapvetően itt ebben a vízióban Magyar Péter megpróbált rámenni azokra a bizonytalanokra is, akik még nem csatlakoztak a Tisza táborához. Október 23-án, mintha kicsit mindenki szabadságharcot akart volna vívni, Orbán Viktor Brüsszellel és az Európai Unióval, Magyar Péter pedig pont Orbán Viktorral. Most először fest úgy viszont a Tiszapárt felbukkanása óta, hogy Magyar már nem csak az utcán tudja megverni a két év után a fővárosi ünnepi beszédet is felvállaló miniszterelnököt, hanem több reprezentatív közvéleménykutatásban is elé tudott kerülni. Igaz, amit Magyar Péter állít, mi szerint vége van, és ezt a Fideszben is tudják? Sikerülhet-e Orbánnak fogást találnia a jelenleg megállíthatatlannak tűnő tiszapárton? és levetközve a közhangulatot. Bajban van-e a Fidesz valójában, vagy optikai csalódás sokszor látott déli bábcsupán Magyar Péter tündöklése? Vendégem ezen a héten Dúl Szabolcs, a Telex és a 2020 Index volt főszerkesztője, belpolitikai jellemző heti rendszeres hírleveled is megjelenik ennek a leírásába, bele fogjuk majd rakni a linkjét, ahol fel tudtok ráiratkozni. Szia, köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz, jó napot kívánok. Én pedig Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez a Fülke, a HVG közéleti műsora. Kezdjük onnan, hogy Orbán Viktor, két éve először tér vissza Budapestre, és igazából az érdekelne, hogy te hogy látod, hogy ez a visszatérés, ez kizárólag magyar Péternek köszönhető, vagy lehetnek itt más olyan hatások is, amik közrejátszhattak ebben a döntésben. Szerintem itt a, a válasz, az rögtön a te kérdésed megfogalmazásában van. Tudnélék, hogy az a nagy változás van a belpolitikában, hogy Orbán Viktornak a cselekedetei, döntései már nem önmagában értelmezhetőek. Tehát azt nagyon jól tudjuk, hogy az elmúlt ünnepeken elindult valami olyan fajta tendencia, hogy Orbán Viktor nem Budapesten tartja ezeket az ünnepségeket, nem csak október 23-án, hanem például március 15-én is volt, ugye Petőfi Házánál, és ezeket önmagában akkor úgy értelmeztük, hogy elindult egy olyasfajta politikai szimbólumképzés Orbán Viktortól, hogy a vidékieknek is szeretne szólni, hogy jobban érzi magát, úgy járja a körbe mondjuk Magyarország emblematikus településeit. Most viszont az, hogy ő Budapestre visszajött, az nem egy önmagában értelmezhető dolog, hanem összefüggésben van azzal, hogy hát Magyar Péter egy nagy tüntetés, megemlékezés szervezett szintén ugye Budapestre. Raleszül, és a, a közvetlen közelébe. A közvetlen közelébe, és azzal, hogyha Orbán Viktor most folytatta volna ezt a szimbólumképzését, politikáját, hogy továbbra is vidéken marad, ezzel azt üzente volna, hogy ő Budapesten nem akar, nem mer ünnepelni, és itt ez a lényeg, hogy miután a Tisza ekkora párt lett, és miután a magyar Péter folyamatosan kihívóként szerepel, ezért aztán a Fidesznek a döntései is ennek összefüggésében értelmezhetőek. Úgyhogy a, a rövid válasz az az, hogy természetesen a Fideszben számításba vették azt, hogy a Tiszának is lesz egy nagy rendezvénye Budapesten. De mit akartak ezzel az egészszel konkrétan elérni? Mert hogyha ránézek a helyszínre, hogy millenáris parkoda, azért annyi ember nem nagyon fér be, mint mondjuk a múzeum körútra, akár oda a nemzeti elé. Erődemonstráció akart ez lenni? Mert hogyha igen, annak nekem egy kicsit verszegénynek tűnik. Én sosem vagyok híve ennek a számháborúnak, meg lényegében mindegy is, hogy akkor ki hogy értelmezi, ki hogy mutatja be ezt a, az egész dolgot. Ott van nyilvánvalóan jelentősége annak, hogy mennyien jelennek meg egy ilyen tüntetésen, megemlékezésen, vagy bármiféle fajta tövegrendezvényen, ha feltűnően kevesen. Hát emlékezzünk arra, hogy például ennek az évnek az elején iszonyatos nagy kontraszt volt az influencer tüntetés, illetve az akkor még valamennyire létező hagyományos ellenzéknek a, a tüntetések között, hogy ott, ott, látványosan, kínosan kevesen voltak. Itt azért egyik rendezvényről se lehet azt mondani, hogy egy ilyen látványos kínzóan kevesen lett

ide összehasonlítani, miután nem ugyanazon a helyszínen volt, szerintem nem érdemes és nem is jó kiinduló pont egy elemzéshez. Viszont jó kiinduló pont az a néhány kutatás, ami megjelent az elmúlt napokban. Október 23-án a 21 kutatóközpont hozott ki egy olyan mérőst és ellenzést, most puskázni fogok, amelyben a biztos választók között a Tiszának 42%-ot, a Fidesznek pedig 40%-ot mértek. Erre egy nappal később jött a publikus, akik egy picit szerényebb számokkal és több bizonytalan szavazóval számolt és ők 39-et mértek a Tiszának, és 37-et a Fidesznek. És erre jött rá a nézőpontok, akik egy 36-25-ös arányt hoztak ki a Fidesz javára. Az első és gyors kérdésem, mennyire megbízhatóak most ezek a kutatások? Hát előbb, hogy a, műsor előtt beszéltünk, azért ezt a kulisszatitkot eláruljuk, kérdezted is, hogy egyáltalán kinek higgyünk, vagy kinek higgyen a választó. Ugye, hogyha lefordítom, és tényleg egymás mellé teszem ezeket az adatsorokat, akkor azt látjuk, hogy az egyik szerint Plusz 2 a Tiszának, tehát a Tisza vezet 2 ponttal, a másik szerint, a nézőpontnak a, a mostani mérése szerint 11 ponttal vezet. A FIDESZ. Hát ez óriási különbség, ez, ez mindenféle hiba határon túlmenő. Itt én azt tanácsolnám, és egy hírlevelemben egyébként részletesen írtam, és erről fogok is még írni, hogy hogyan érdemes néznünk, vagy mit kell néznünk ezeken a kutatásokon. Először is, ami fontos, hogy tényleg egymérés, nem mérés, és összehasonlítani különböző módszertannal, akár különböző időpontban lévő felméréseket, az nem érdemes. Viszont itt az, hogy hogy egy teljesen másfajta tendenciát mutat a kettő, az tényleg kérdést vett fel, hogy, hogy akkor itt most miről szól ez az egész. Ugye van a, a kutatásoknak egyfajta ilyen politikai napi rendet befolyásoló jellege, azaz, hogy nagyon nem mindegy, hogy miről beszélünk. Tehát, hogyha a nézőpont kutatása nem jön, akkor egyértelműen most arról beszélünk mi is, hogy akkor a TISZA tényleg megelőzte a fidesz ez mit jelent. Nyilvánvaló módon a nézőpont azért is jött elő ezzel a kutatásával most, hogy a Saját nyilvánossága, illetve az emberek is arról beszélnek, hogy hát azért nem minden elemző cég vagy kutató cég szerint ez így van. Hitvitákat szerintem nem érdemes folytatni, hanem sokkal inkább azokat a tényeket kell ebből nézni, leszűrni összességében, amit össze tudunk rakni mik ezek a tények, mondok egyet például. Az egyik az az, hogy egyértelmű, és ez most már minden kutató cégnél így van, hogy két párt verseng a kormányzásért. Hát ez olyannyiban nem volt mindig így, hogy Tisza ugye egy fél évvel ezelőtt még nullán volt, nem létezett, és az összes párt a Fidesz mögött 20-30 ponttal volt. Itt azért azt látjuk, hogy a a TISZA az kihívóként tényleg a kutatásokban is megjelent, és ez arra biztatja az ellenzéki szavazókat, hogy minél inkább őt támogassák, hogyha le akarják váltani Orbán Viktort. Másik ilyen, amit láthatunk ezekből a kutatásokból, az az, hogy a Tisza-nak az a fajta gravitációs vonzó ereje, az a fajta képessége, hogy összegyűjtse az ellenzéki szavazókat, az nem állt meg júniusban. Tehát júniusban ugye 29 egész pár százalékot szerzett a tisza, ugye majdnem mondjuk egyezünk meg abban, hogy 30 százalékot, itt az összes kutatóintézet azt mérte nyáron, illetve hát most ősszel is, hogy erősödött. Hát ezt legfőképp egyébként az ellenzéki pártok próbására, én egy picit ilyen képletesen azt tudnám mondani, hogy elkezdte és már nagyjából felporszívozta az összes ellenzéki pártot. A még éppen nem. Ugye hát a DK például a 21 központ szerint, a 21 kutató központ szerint már be se jutna a parlamentbe, legalábbis az 500 os küszöböt nem éri el, a többiek szerint bejutna, de hát ezt látjuk, hogy a DK-n kívül nagyjából ennek a porszívó hatásnak már nem nagyon tudnak ellenállni. És ez azt jelenti, és azt üzeni az ellenzéki szavazók számára, hogy igazából akkor is, hogyha nem szeretik Magyar Pétert, nem szimpatikus neki, vagy nem tartják mondjuk kompetensnek a miniszterelnök, jelöltségre, akkor is hát nagyon 2026-ra nem lesz más választásuk, hogyha kormányváltást szeretnének. A harmadik pont, és még ezt még hozzáteszem, hogy amit érdemes nézni ezekben a kutatásokban, az a lebontott adatsorok. Mire gondolok itt például. Az az, hogy tegnap a 21 kutató központ módon egy lejég részletesen közölte lebontva életkor szerint, nem szerint településtípus szerint, iskolázottság szerint azt, hogy ki, merre szavaz, és ebből kirajzolódik egy olyan kép, amelyből viszont már vonhatunk le bátran politikai következményeket. Hogy a fiatalabbak inkább tisztások, az idősebbek, minél idősebb valaki, annál fideszesebb. Ez például egy olyan, amit érzékelhetünk, közösségi médiában, a tüntetéseken készült felvételeken láthatunk, de itt van egy, egy számszerű adat de hogy egy, még egy érdekesebbet mondjak, az a nem szerinti lebontásban. Hmm. Azt láttuk, hogy a nők azok sokkal inkább fideszesebbek, hiba határon kívül sokkal inkább a fideszes szavaznak, míg a férfiak sokkal inkább a tiszára. Na most ezen lehet utána gondolkodni, hogy miért van, viszont ebből lehet olyan politikai következtetéseket is levonni, hogy innentől a tiszának van egy olyan kihívása, hogy a női szavazók felé kell szólnia, és majd fogunk beszélni Magyar Péter beszédéről, de meg is jelent benne az a gondolat, hogy már női vezetőkről beszél, hogy a toborzásban, amikor kiválasztja, hogy ki lesz itt a 2026 után a leendő kormány és az állam vezetője, akkor női, tehetséges női vezetőkre is számít. Hát például ezért, mert ezeket olvassak ki a kutatásból nem szeretnék elmenni arra, hogy a minden ellenzéki pártot végigvegyünk, de egyet viszont kiemelnék a mi hazánkat. Mert hogy ők a 21 kutatóközpontnak a mérése szerint viszont parlamenti küszöbb felett vannak változatlanul, 5%-kal, de viszont ott elég stabilan állnak. Mit gondolsz arra, hogy az ő szavazóikat próbálja egyáltalán megszólítani, vagy a Fidesz, vagy a Tisza, és hogyha igen, akkor mivel és milyen sikerrel? Első lábjegyzet, amit ide tennék a válaszhoz, az az, hogy jelenleg 5% a bejutási küszöb. És ne felejtsük el azt, hogy még korán sem biztos, hogy ilyen parlamenti választási szabályok alapján indulunk majd 2026-ban, mert hogy hát plegykának arról, én magam is írtam erről, hogy hallottam, hogy a Fidesz nem a boszorkány konyhában azért gondolkodnak azon, hogy, hogy lehet, hogy lejjebb viszik ezt a küszöböt éppen azért, mert a mostani politikai érdeküknek azért megfelelne, hogy ne csak kétpárti parlament legyen záróját vagy lábjegyzet bezárva. Hát a mi hazánknak azért érdekes a mozgása, és azért kell odafigyelni arra, hogy ők hogyan politizálnak, és hogy ők hogyan lépik át ezt a bizonyos bejutási küszöböt, ugyanis a mi hazánk hát egyre inkább úgy tűnik fel, mint egy ilyen potenciális koalíciós partnere a Fidesznek. Királycsináló. Hát például, mert hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a 21 kutató kutatóközpontnak ezt a mérését, ezt a pillanatfelvételét, mert ez fontos, hogy majd ez a múltról szól, nem a jövőről, vagy leginkább mondjuk ez egy, egy mostani állapotról, akkor ez azt jelenti, hogy ha lefordítjuk parlamenti mandátumokra, ez azt jelenti, hogy jól mondott, királycsináló lehet a mi hazánk. A mi hazánk dönthetne például arról, hogy akkor kikapjon kormányalakítási megbízást melyik párt felé nyitottabbak inkább. És ebből a szempontból érdemes nézni a mi hazánknak azt a fajta politikáját, hogy mondjuk a készpénztárgyában, Torockai László Lázár Jánossal tárgyal, hogy például a Strasburgi Európai Parlamenti Vitán a mi hazánk egyetlen felszólaló képviselője Borvendég Zsuzsanna hát eléggé kormánybarát hangot és EU ellenes hangot ütött meg, illetve, hogy az október 23-ai beszédeket ilyen szempontból vizsgáljuk, Torockai László árulókról beszélt, és ő is egy ilyen pokol képpel vagy pokol hasonlattal világította meg, hogy kinek hol lenne a helye. Ő fő árulónak a jobbikot tartja természetesen, amely elárulta értékeit, de azt mondja, hogy még egy elmélyebb bugyorban lenne Magyar Péter, aki nem csak a politikai közösségét, hanem a családját is elárulta. Ebből következően tehát Torockai László ebben a beszédében is azért kifejezte, hogy eléggé nagy távolságtartással van Magyar Péterrel szemben. Szóval ezeket, mint hogyha összegyűjtjük, plusz hozzá tesszük azt, hogy a Pestvár közgyűlésben a mi hazánk végül is kisegítette a Fideszt azzal, hogy a vármegye elnökét megszavazták, a fideszes elnöke lett így a Pestvár megyei közgyűlésnek, akkor olyan szempontból is azért vizsgálnunk kell a mi hazánk szerepét, hogy lehet, hogy az utolsó pillanatban a Fidesznek ez egy segítsége lehet. Tudom, hogy teoretikus kérdés, és tudom, hogy nem vagyunk még 2026-ban, de hogy Fekete Győr András adott a lapunknak egy interjút, ami frissen most jelent meg, és ő abban arról beszél, hogy a Tisza plusz az ahhoz hozzáadott régi ellenzéki pártok együtt többséget tudnának képezni, még akár egy Fidesz és mi hazánk alkotta koalícióval szemben is. Te látod azt reális forgatókönyvén magad előtt, hogy Magyar Péter egy ilyen helyzetben kész lenne összefogni, akár egyébként Gyurcsány Ferencekkel? Hát... Ez a kijelentés nagyon sok olyan régi ellenzékinek a vágyáma, aki valahogy a Tisza hullámain azért szeretne így a politikában benne maradni. Ugyanis ez a politika az sokszor persze a matematikát segítségül hívja, de nagyon nem matematika. Ahogy láttuk, hogy 2022-ben nem igazán lehetett összeadni a különböző pártoknak a szavazótáborát, így most azt mondhatjuk, hogy hogyha Magyar Péter úgy akarná összeadni és összerakni ezt a tábort, hogy akkor még a régi ellenzéket is behívja ebbe a mostani közösségébe, akkor nagyon sokakat elveszítene ebből. Ugyanis Magyar Péternek a, az első és talán legfontosabb ilyen stratégiai célkitűzése, hogy se Orbán, se Gyurcsány, se a Fidesz, se a régi ellenzék, ő nem kíván ezekkel összefogni. És valójában erre oka sincsen. Tehát lehet látni pont ezekből a kutatásokból, amelyeket Persze mindenki a hite szerint megkérdőjelezhet, de hát magyar Péter növekszik, és enélkül is elszívja például a Momentumnak a, a szavazó táborát. Itt megint teszek egy lábjegyzetet, hogy azért, ha egyel távolabb lépünk, akkor a Momentumnak, tehát egy parlamenti pártnak igaz, most egy éppen lemondott parlamenti képviselője, mm. de mondjuk egy alapítványának a vezetője elmegy egy másik pártnak a, a gyűlésére nyilatkozni, hát ez régebben meg azért ilyen normálisabban működő között válók szokott lenni, mert meglehetősen furcsa ez a dolog. Viszont itt Fekete Győr András nyilvánvalóan egy olyasfajta hidat szeretne építeni mondjuk az ő közössége és a Tisza között, ami pedig hát érthető a saját maga szempontjából, viszont Magyar Péternek semmi fajta oka és kényszere nincsen erre az összefogásra. Na ennyi felvezetés után szerintem akkor rá is tudunk térni Orbán Viktornak a beszédére, és rögtön egy idézettel kezdenék. Mi szerint ismét itt a régi kérdés, meghajolunk-e az idegen akarat előtt, ezúttal a brüsszeli akarat előtt, vagy ellenállunk neki? Ez a súlyos döntés vár most Magyarországra. Most, hogyha hiszünk a miniszterelnöknek, akkor hát ez a kérdés, ez már nagyon régen ott van. Tehát az első békemenetnek is ez volt az egyik alapfelvetése, hogy most akkor meghajolunk-e az Európai Unió előtt, vagy sem. Viszont itt most egy elég erős képpel élt a miniszterelnök, és arról kezdett el beszélni, hogy szabadságharcot kell vívni, és ezt a, ez a kifejezés ez többször is előkerült a beszédében. Mit gondolsz, miért? Miért van most egy picit még a, talán a korábbinál is harcosabb fellépés az Unió ellen? Megint a válasz, a jó válasz erre az a, a kérdésedben keresendő tudnélik, hogy ez nem valami fajta új gondolat, ez nem valami fajta teljesen új politika, amelyet láthatunk Orbán Viktortól, hanem egy régi, jól bevált, a Fidesz tábora által nagyon is szeretett narratíva. Uh -huh. És akkor járunk el helyesen, hogyha mindkét beszédet, tehát nem csak Orbán Viktorét, hanem mondjuk Magyar Péterét is, abból a szempontból vizsgáljuk, hogy ez kinek akart szólni. Ez, ez, ez az egész beszéd, ez miről szólt. És Orbán Viktor beszédénél azt látjuk, hogy hát elég kényelmetlen előjelekkel készülhetett neki a nevezetes Orbán balázsos kijelentések miatt, de ő azt a megoldást választotta, hogy folytatva a régi jól bevált receptet, a saját táborának szól, és azt a fajta szabadságharcot, amelyet október 23-án vívtak elődeink, azt lefordítja az aktuál politikára méghozzá egészen pontosan arra, hogy akkor az EU ellen kell vívni, és hát egy, egy picit ilyen logikai bukfencekke meg történelmi párhuzamok megbicsaklásával tulajdonképpen a régi jól bevált narratíváját mondta, hogy ő gyakorlatilag Dávidként a nagy EU-s góliát ellen küzd, és helyettesítette most azokat a szereplőket, hogy itt tulajdonképpen egy bábkormányként majd Magyar Péter ide lenne ültetve, mindez EU-s akaratból, és ez ellen kell most harcolni. Itt a bábkormány kifejezés volt újdonság ebben a beszédében. Tehát itt az üzenet az elsősorban a Fidesz szavazóknak szólt, és az élessége, a karcossága, ez a fajta nagyon szélsőséges megfogalmazása, és egy fajta összekacsintás, hogy még beszélt is arról, hogy Manfred Weber és Magyar Péter között egy love story lenne, mert... mert meg hogy kis kiskutyaként megsimogatta a magyart Manfred Weber. Bizonyám, ezek mind az összekacsintásai a saját táborával. Tehát ez itt most már mennyire is egy miniszterelnöki beszéd volt, ez valójában a Fidesz elnökének a beszéde volt, amely, amely a fideszeseknek szólt. Itt az a kérdés, mert hogy az elmúlt 14 évben az bőven elég volt Orbán Viktornak, hogy hogy azt mondta, amit a Fidesz tábora hallani szeretett volna, de hogyha van mellette egy ugyanolyan, vagy ezzel szemben egy ugyanolyan másik nagy tábor, akkor vajon ez elég lesz-e? Én ennek tudom be ezt a, ezt a képet volt ennek a beszédnek egy másik nagyon érdekes pontja az, hogy ugyan Magyar Péternek a nevét egyszer sem mondta ki, de ezek az utalások, amikről te is beszéltél, ezek félreértetetlenek voltak. Viszont korábban ugye Orbán rendszeresen megcsinálta hogy kiszervezte a Magyar Péterrel kapcsolatos kommunikációt, hol a propagandának, hol Mencer hol éppen pont Orbán Balázsnak, de most mégis ő beszél róla. Ezzel szerinted megcsinálta azt, hogy egy szintre emelte saját magával Magyar Pétert? Hát ez ellen már nagyon nem tud tenni. Tehát a Fidesznek eleinte mindig van az a politikája, a stratégiája, hogy tudomás sem vesz egy, egy politikai szereplőről, mert azzal, hogyha reagálna rá, azzal meg tudná emelni. Viszont hát őszre, ezt maga Orbán Viktor is elmondta, köcsén zárt ajtók mögött, de azért kiszivárgott erről pár információ, hogy megváltozott a politikai helyzet, és ezúttal a Fidesznek megint egy újfajta struktúrában kell felvennie a harcot az ellenfeleivel. Tehát, hogyha visszanézünk az előző választásokra, akkor ahhoz képest most az az újdonság, hogy egyértelműen ott van egy másik tömb, amely a Fidesz méreteihez hasonló, ugye egyes kutatások szerint lehet, hogy már meg is előzte, de a lényeg az, hogy induljunk ki abból, hogy itt egy-két párti versengés van. Na most ez nagyon másfajta kommunikációt, nagyon másfajta politikát kíván, és Orbán Viktor megtartotta azt a szokását, hogy név szerint nem említi ellenfeleit, nagyon sokáig Ugye Gyurcsányt nem említette, vagy Bajnai Gordont nem említette meg, amikor ő volt az ellenfele, vagy Vonagábort nem hát, vagy említette Márki meg. Pétvert. Vagy Márkizaj Pétert nem említette meg bizony. Itt név szerint szintén nem volt utalás, de a beszédének elég sok pontján foglalkozott Magyar Péterrel, a TISZA párttal, illetve az ő kapcsolatával, mondjuk az Európai Néppárttal vagy, a, vagy az EU bürokratáival. Tehát itt úgy döntött azért Orbán Viktor, hogy nem tesz úgy, mint hogyha ez a fajta belpolitikai változás ne történt volna meg, és hát a saját tábora is egyébként elvárja ezt a dolgot, hogy valamilyen szinten eligazítsa őket, hogy mi legyen a hozzáállás a Tisza szemben. Ez történt most, nyilván Magyar Péter levemlítése nélkül. És mi lesz akkor ebből kifolyólag, hogyha kizárólag az Orbán beszélet vesszük alapul, mi lesz akkor most a Fideszes hozzáállás Magyar Péterrel szemben? Keresik a fogást, azt azt nagyon, Na, nagyon is látszik, mert hát hogyha visszamegyünk tényleg tavaszig, akkor nagyon sokféle jelző, nagyon sokféle lejárató kampány elindult Magyar Péter ellen, ugye itt a, a legutóbbi ősszel a nadrágigazgatós, igazgatós, nadrág, mm -hmm. babráros lejárató kampány volt, de eddig azt látták, hogy ezek lepattannak róla. Itt én amennyire beszélgettem fideszes háttéremberekkel, politikusokkal, ahol az a kép rajzolódik ki, hogy ott akarják megsebezni Magyar Pétert, ahol láthatóan van egy hiányossága, tudni hogy jelenleg a Tiszából csak ő látszik, ő csinál mindent, neki van befolyása az ő szavainak van súlya, és ezért azt tartják célra vezetőnek, hogyha elkezdik mindenféle ügyekkel bombázni őt, folyamatosan döntésekre kényszeríteni. Itt láttunk erre már jeleket az, az elmúlt hetekben, ilyenekre gondolok, hogy Fogeleverin ügy megszólalta, volt barátnője, akivel a pártot építették, a mentelmi jogának az ügye azt nagyon erősen, ugye a Fidesz elkezdte támadni, a köztévés meghívás, ezek Mind pár napon belül történtek, és mindezek azért bármennyibe is Magyar Péter egytől egyig ezeket Facebook posztokban meg különböző csatornáin kezelte, ezek mind-mind az energiáját szívják, és érdemi munka elől azért elveszik a figyelmet. Tehát lehet látni, hogy a Fidesz részéről azért úgy kezdenek el alkalmazkodni ehhez az új helyzethez, hogyha ott van egy ellenfél, akkor elkezdik őt ügyekkel bombázni, olyan szempontból lesz érdemes nézni a következő heteket, hónapokat, hogy folytatódik-e ez a bombázás. Van más választásuk, mint hogy megállnak ezzel a bombázással? Hát nincsen, abból a szempontból, hogy ugye 2026-ig nagyjából másfél év van, ami soknak tűnik, de valójában kevés idő, és hogyha amikor majd arra keressük a választ, hogy mikor kezdődik ez a kampány, akkor hát már elkezdődött az a kampány, tehát már javában zajlik, és folyamatosan a Fidesznek az az érdeke, hogy, hogy valahogy nyomás alatt tartsa Magyar Pétert, és bár eddig olyasfajta hibát nem követett el, ami megtörte volna a lendületét, a Fidesz azon lesz, hogy minél több ilyen lehetőség legyen arra, hogy valahogy hibázzon. Tehát ilyen szempontból a Fidesz zavarban lehet, és zavarban érezheti magát, ugyanis azok a módszerei, amelyek az elmúlt 14 évben működtek, amelyek bejött olyan rutin válaszokat vagy adtak, vagy olyan lépései voltak, amelyek mindig eddig sikerre vezetnek, azok most láthatóan gyengék és nem működik. Erre ez a bizonyos nadrágigazgatós történet, ez nagyon jó példa, mert egy ilyen lejáratási kampányra korábban minden szereplő egyfajta felháborodással reagált, így aztán azok az ellenzéki szavazók is felháborodtak, szégyenkeztek, valami fajta töréspontot azért mindig okozott, hát emlékezzük arra, hogy vonagábor kapott hasonló szintű nagy lejáratásokat a homoszexualitásával, az, hogy muszlim varrású, és itt tovább, de most nem sorolom ezeket, de hogy ott mind-mind volt benne is, meg a közösségben is egy törés. Magyar Péter nemhogy Törést nem szenvedett el, hanem az egészet kiparotizálta, megpróbálta a javára fordítani, és már nem tudtuk úgy megnyitni a Facebook oldalát, hogy ne egy banánnal, vagy egy padlizsánnal, vagy egyéb fallikus jelképpel szórakoztassa a saját közösségét. Ami azt jelzi, és ezt a következtetést vonhatjuk le belőle, hogy Magyar Péter ismeri a fideszes logikát, tanul belőle, ellenük fordítja, használja, és a Fidesz pedig azért küzd, hogy majd lesz egyszer csak talán egy olyan pillanat, amikor Magyar Péter belehibázik. Világos, egy picit visszatérnek ez a Dávid és Góliát képez, mert Orbánnak ebből volt egy másik következő hasonlata, miszerint hogy Góliát veszít, Dávid győz, aztán lehet pakolni és elhúzni a csíkot. És most jön a lényeg, hogy Kumbéláig Bécsbe, Rákosék Moszkvába, a mostaniak pedig Brüsszelbe. Voltak a miniszterelnöknek korábban is durva hasonlatai, de hogy jön össze egy lapra Rákosi Mátyás és Magyar Péter? Hát ez a, ezek a párhuzamok, még egyszer így, így arra utalnék, hogy azért férnek bele egy politikai beszédbe, mert egy politikai beszédben sosem érdemes a kristálytiszta logikát, vagy a koherenciát keresni, ezeket hát meg azért bocs, a valóságot azért csak lehet. A szavazótábor világképébe próbálja elhelyezni ezt az egész történetet. Tehát olyan ellentmondásokat rögtön találhatunk, hogy maga a miniszterelnök ugye azt mondta, hogy minden esetben Dávid győz Góliát ellen, de például 56. október 23-a az egyik jó példa, hogy hát nem minden esetben, mert mégiscsak a szovjetek leverték a forradalmat, tehát itt rögtön van egy olyan október 23 ai ellentmondás, amelyet nem oldott fel. De szerintem rossz irány is, hogyha ezeken az ellentmondásoknál maradunk, mert itt nem az a lényeg, hanem az ellenség, kép, képzés, uh -huh. és ebbe akarta Orbán Viktor beilleszteni Magyar Pétert. Ezért kezdte el ezeket a szereplőket sorolni, és már önmagában ugye felvetődhet az a kérdés, hogy mitől lehetne párhuzam állítani a Szovjetuniót az Európai Unióval, amikor az egyik egy elnyomó hatalom volt, amely tankkal bejött, a másiknak pedig tagja vagyunk, az egyik tagállam Mi több soros elnöke? és soros elnöke, és népszavazással uh -huh. léptünk bele, és látjuk a, a britek példáján, hogy nem is lehetetlen kilépni ebből. Tehát, hogy nagyon sok szinten, hogyha a valósággal összevetjük, akkor hát nem, nem mindenhol állja ki a valóság próbáját, hogy finom legyek, de nem ez a lényeg ennek a beszédnek. Ez a Dávid Góliát hasonlat, direkt megnéztem, vagy utána néztem, amikor hallottam, ez egy nagyon visszatérő Elem Orbán Viktor beszédeiben, és most március 15-én is például például használta ezt a Dávid Góliát hasonlatot, magát Dávidként beállítva. Facebookra külön volt is ilyen bejegyzése, ahol, ahol Dávidként apostrofálta magát. Tehát szereti a egyébként négyszer, kétharmaddal megválasztott, hát szinte teljhatalommal rendelkező miniszterelnök, egy olyasfajta kis szereplőnek beállítani magát, amely szembeszáll és lázad a nagy birodalmak, nagy hatalmak ellen, és a, a végén győzni akar. Ebbe a nagy történetbe, amely, mint mondtam, a Fidesz szavazók számára szimpatikus, valahogy el kellett helyezni Magyar Pétert, és most éppen október 23-án így sikerült ugyanebben a nagy történetbe igyekezett elhelyezni Volodymyr Zelenszkijt is, akit ugye az ő világképe alapján az Európai Unió szponzorál, kitart, illetve őt is ebbe az ellenségképbe rakja be, és beszélt az ő győzelmi tervéről, amit végül aztán most még nem sikerült bemutatni, de ennek az egyik pontjára hivatkozott Orbán azzal, hogy mert hogy az amerikai katonákat ukrán katonák válthatják itt Magyarországon, de köszönjük mi abból, nem kérünk, mert tudjuk, hogy milyen, hogy a keletről érkezik katonai erő. Na most itt pontosítsunk egy picit, mert hogy Orbánnak itt nagyon sok torzítása volt, ezt egy kicsit helyre tudod rakni? Hát ebben a, az egész geopolitikai küzdelemben ugye folyamatosan változik az, hogy éppen ki milyen tervel jön elő, ki milyen politikát folytat, itt ugye arra a tervre céloz, amely szerint, ugye Zelenszkinek volt is egy ilyen, ilyen mondata, hogy a NATO-ba minél előbb szeretne bekerülni, és hogyha bekerül, akkor nyilvánvalóan vannak ezzel kapcsolatban vállalásai. Így például lenne egy ilyen vállalása is, hogy a NATO kötelékekben Európában állomásozó katonákat az ukrán hadsereg kötelékeiből tudnák helyettesíteni. Tehát, hogyha itt visszatérünk arra, hogy, hogyha ez bekövetkezne és eljutnánk eddig, és hát itt most akkor tekintsünk el attól, hogyha hirtelen NATO tag lenne Ukrajna, akkor tényleg a, világháború küszöbére, hogy kerülnénk itt az oroszokkal való csatában, de ugye innentől ezek lehet, hogy ukrán nemzetiségűek, de NATO katonák uh -huh. lennek, hisz mi is egy NATO szövetségi rendszerben vagyunk. De még egyszer mondom, hogy itt nem is ez a lényeg, hogy akkor szakpolitikai szinten megvizsgáljuk azt, hogy, hogy mi történik. Én ehhez kevésbé is értek, hogy a különböző hadászati vagy honvédelmi kötelezettségeink mik lennének egy ilyen esetben. Itt arról van szó, megint, hogy Orván Viktor a saját világképében megpróbálta elhelyezni azt a dolgot, hogy idegen erők, idegen katonákat küldenének ide, és ami feltűnő volt, hogy Orbán Viktor visszatérően szlávokat nevezett, és egy kalap alá helyezte Igen. egyébként az ukránokat is, meg, a, meg az oroszokat is, holott ők most éppen a szemben álló háborús felek. Ez mind a, a Fidesz tábornak szóló üzenet volt. Annyira, hogy korábban ugye testvérháborúként is beszélt ennek a két nemzetnek a, a háborújáról, de térjünk akkor át Magyar Péternek a beszédére. Nagyon, nagyon sok hasonlóság van a mostani Magyar Péter és a 2000-es évek elejé Orbán Viktor között. Például az, hogy Magyar Péter eljutott odáig, és arra kérlek, hogy majd akkor ezt domborítsd ki egy picit a válaszodban, hogy hogyan, de hogy eljutott odáig, hogy ő maga is 56-ból vezeti le a saját politikai krédóját. Tehát már messze túl vagyunk azon, hogy egy ex-miniszter, ex-férjeként tudjunk ráhivatkozni. Hogyan jutott el idáig szűk fél év alatt? Ezt lehetett látni, hogy az ellenzéki szavazókat egyre kevésbé érdekli az, hogy, hogy Magyar Péter Varga ex férje volt, hogy a diákhitel központot vezette, mm. amelynek ugye a szerződéseiről eléggé kérdőjeles dolgok terültek ki a napokban. Tehát ezek kevésbé érdeklik az ellenzéki szavazókat, mert ők Magyar Péterben azt látják, mint, mint egy embert, mint egy olyan jelképet, amely képes nagyot ütni és legyőzni Ormán Viktort. Ez a fontos. Magyar Péter rá is játszik erre, és építi a saját legendáját, saját szimbólumrendszerét, és az ő szempontjából ennek az október 23-ának szimbólum szerzésben az volt a nagy szerepe, hogy megpróbált olyan szimbólumokat a Fidesztől visszavenni, megpróbálta ezeket új magához terelni, hogy valójában a régi jól bevált fideszes receptek alapján ő tudja a többséget képviselni. Ugye emlékezhetünk a lyukas zászlót, nevezte ki a Tisza jelképének, szimbolikus helyszíneken volt most ez a megemlékezés, ugye a Bemtértől a Szénatérig, a Szénatéren hangzott el a beszéd, az ő saját beszédében hosszan sorolta az 56-os hősöket, tehát ő gyakorlatilag megpróbálta 56-nak az örökségét átvenni, és mindezt azért tudta, vagy azért akarta megtenni, ugyanis pont Orbán Balázsnak volt ez a mondata, amelyet ő bármikor, amikor a magyarság kérdése, a szuverenitás kérdése előkerül, a Fidesz fejének tud majd vágni. Ez egy nagyon magas labda, igen. És hát ő ezért akarja ezt az egészet életben tartani. Az ő saját életpályájával kapcsolatban egy erős mondata volt ebben a beszédben, érdemes erre felfigyelni. Ez az volt, hogy kijelentette, hogy a Fidesz őt megvezette őt nagyon sokáig megvezették. És valójában ez egy olyan erős mondat, és egy olyan ellenzéki szavazók számára is szimpatikus, akár felszabadító mondat, ami a beismerése annak, hogy eddig ő rossz úton járt, és mint egy megtért ember, aki felocsudott ebből a megvezetésből, most már a jó úton jár. Tehát ha ő a saját pályáját azt így próbálja keretezni, hogy ő meg volt vezetve. Ez jelenleg az ellenzéki szavazók számára egy elfogadható magyarázat, és szimbolikus szinten pedig visszamegy azért 56-ig, mert ő azt szeretné megkeretezni, hogy kvázi, mint egy szabadságharcos, most ő harcol, csak Orbán Viktorék ellen. Mielőtt elmerülnénk abban, amit már felvetettél itt az előbb, hogy akkor ki becsapott, ki nem becsapott, és hogy milyen ajánlatot tett itt tulajdonképpen Magyar Péter, egy picit még én itt megállítanának, és beszéljünk egy kicsit Orbán Balázsról, mert ugye a miniszterelnöknek volt egy mondat, amivel megpróbálta őt még menteni. Te hogy látod? Egy ilyen magyar beszél után, meg egy ilyen öndefiníció után menthető még bármilyen szinten, nem mint hogyha aggódnunk kellene érted? de menthető még bármennyire Orbán Balázs? Orbán Viktornak egy nagyon nehéz politikai döntése volt ezután a, a kijelentés után. Ugye pár napig megvolt ez a, az a turbulencia, és ott igazából a, a miniszterelnöknek arról kellett döntenie, hogy ha elküldi, Orbán balást, akkor egy újabb fontos emberét veszíti el, ráadásul egy olyan embert aki a, a politikai igazgatója, aki a stratégia alkotója, ki is nevezte őt a Tusványosi beszédében, hogy ő alkotja meg a magyar kormány stratégiáját, a magyar nagy stratégiát. Ráadásul. A nagy stratégiát és tehát ebből a szempontból is egy egy fontos ideológusát elveszíti. Vagy pedig, hogyha megtartja, akkor folyamatosan szembe kell nézni azzal, hogy mondjuk október 23-án abszolút ilyen, hogy mondják, így nagyon óvatosan kell járnia, eljárnia mm. és óvatosan kell fogalmaznia, nehogy újra ezt a hibát elkövesse, vagy utalás szintjén is előkerüljen 56-nak meg a háborúnak az összekötése. Illetve szembe kell néznie azzal, hogy egy olyan, fegyver van még mindig a fő ellenfelei, hát főleg Magyar Péter kezében, amelyet mindig folyamatosan ellene tud fordítani, hogyha a háborúról, hogyha a szuverenitásról, hogyha a szabadságharcról van szó. Ezt ugye Magyar Péter úgy fogalmazna meg, hogyha jönnének az oroszok, akkor Orbán Balázs azt tanácsolna, hogy egy fehér zászlót kell felmutatni. És ezt folyamatosan meg fogja kapni egészen addig, ameddig ott van Orbán Balázs mellette. Orbán Viktor úgy döntött, hogy az utóbbit választja, vagyis Orbán Balázs ott marad mellette, és erről az egész problémáról nem beszél. Ezekre minél kevesebbet reagál. A kutatások, amelyeket ők elvégeztek, és ami hozzám eljutott, az bizonyítja, hogy azért a Fidesz táborának a nagy része nem is értesült erről a kijelentésről. Tehát Aha. ilyen szempontból nincs is feladata, hogy ezt megmagyarázza a számukra. Itt a fő kérdés az megint csak az lesz, hogy az, hogy ő ebben a keretrendszerben csak a Fidesz táborának politizál, az elég lesz-e 2026-ban, elegen lesz e mert látható, hogy a másik tábor az növekszik, és hasonló méretűvé válik. Tehát itt Orbán Viktor nem volt ebből a szempontból most rászorulva, hogy ebben a beszédben bármi hogyan is utaljon Orbán Balázs kijelentésére. Na és akkor most merülhetünk el szerintem Magyar Péternek a beszédében. Most volt szerintem az első olyan magyar beszéd, amiben nem csak a Fidesznek a Stromát vette végig, hanem gyakorlatilag felrajzolt egy, egy olyan világképet, ami, ami egy általa, vagy hát saját magát azért még nem nevezi meg a Tisza miniszterelnök jelöltjeként, de egy egy a Tisza hazafias kormánya által vezetett országot jellemezne. Mik voltak ennek a világképnek a fő elemei, és miért pont ezeket emeltek ki szerinted magyar? Ennek a beszédnek több felvonása, vagy több része volt, mert volt ez a fajta 56-os megemlékezés, Orbán Balázs kijelentésére a reakció, és utána a következő felvonásban, ha lehet így, így, mondani, már egy vízióról beszélt, kvázi egy ilyen rögtönzött, rövidített kormányprogramot előadott, hogy a Tisza mi az, amivel egyetért, mi az, amivel nem ért egyet. Hogyha nagyon gyorsan és nagyon-nagyon röviden szeretném összefoglalni, akkor azokat sorolta fel, hogy mik azok a tabuk, mik azok az intézkedések, amelyeket nem bánt. Tehát mik azok a dolgok, amelyek kerül, ha úgy tetszik, teljesen egyetért a Fidesz politikájában. És ezeket szeretné is kivonni a politikai küzdelmekből, Azért fekteti le, hogyha támadják, rá, tudjon mutatni, hogy ő aztán megőrizni a 13. Havi nyugdíjat, azt a család támogatási rendszert, és így tovább. Sőt, és így tovább. még bővíteni is utóbbit. És hát elkezdődött nyilván az ígérket és hát Licit, amely 2026-ig még azért szerintem elég nagy csúcsokat fog dönteni, de hogy. Itt az első alapvetése ennek a víziónak az az, hogy mi az, amit nem fog bántani. A második, ami ehhez hozzárakódik, azok olyan régi ellenzéki követelések, amelyeket millió alkalommal meghallgattunk, akár Márkizaj Péter, akár Kunhalmi Ágnes, vagy akár bármelyik ellenzéki pártvezetőnek a sajtótájékoztatóin, csatlakozás az Európai Ügyészséghez, például ez egy nagyon jó példa, és egy ilyen régi ellenzéki követelés, ezeket is mind hozzátette. És ebből a szempontból érdemes vizsgálni, hogy akkor Magyar Péter tulajdonképpen kinek kíván szólni ezzel a beszédével, ott azt láttuk, hogy egyrészt természetesen a saját táborának, az ellenzéki tábornak, őket is nyilvánvalóan ki akarja elégíteni. Oda szóló egyik legfontosabb üzenet az volt, hogy kettő ciklusban korlátozná a miniszterelnöknek a mandátumát. Tehát egész pontosan, hogy olyan nem fordulhatna elő, hogy mondjuk Orbán Viktor már a negyedik ciklusát tölti zsinórban. Ez ugye egy ellenzék számára abszolút népszerű és jól eladható ígéret, és hát semmibe nem is kerül, teszem hozzá. Viszont azért a, a nagy része az azoknak a bizonytalan szavazóknak szólt, akik esetleg amiatt aggódnának, hogyha kormányváltás lenne, akkor egy csomó olyan vívmány, ami egyébként nekik tetszik, vagy mondjuk a pénztárcájuknak hasznos, azok elvesznének. Tehát alapvetően itt ebben a vízióban Magyar Péter megpróbált rámenni azokra a bizonytalanokra is, akik még nem csatlakoztak a Tisza táborához és volt egy harmadik csoport, akiket becsapottaknak nevezett. Ezek a Fidesz szavazók nekik mit kínál? Hát a becsapottak felé szólt nyilvánvalóan az a dolog is, hogy, hogy nagy részt azért megőrzi ezeket a vívmányokat, de főleg a becsapottak felé az a fajta nyilatkozat szólt, amiről már beszéltünk, hogy hát őt is megvezették. Tehát, hogy, hogy nem tilos a Fidesztől elpártolni. Azért a korábbi ellenzéki retorikában az nagyon is jelen volt, hogy aki fideszes volt és esetleg ugye kiábrándult, azért nem feltétlenül valami pozitív fogadtatásban részesült, hanem sokkal inkább, na ugye, te, te kis buta, akit, <laughs> akit megvezettek. Ez volt a hozzáállás, és Magyar Péter a saját személyével igazolja, hogy itt ebben a fajta politikai közösségben nem így várnák őket. Tehát ezeket a becsapottak, akiket ő így nem ezek egy olyan politikai csoport, amelyet azért akar megszólítani, mert valójában egy csomó egyéni választókerületben nem nagyon tudja megnyerni a Tisza választásokat, hogyha nem tud a Fidesznek a mostani táboráról leszakítani szavazókat. Tehát itt a feladat, és ez egy nagyon nehéz feladat, az nem csak az, hogy ezt az ellenzéki tábort összetartsa, ehhez még bizonytalanokat vegyen, hanem nagyon sok választókerületben le kell morzsolni, és sőt, át kell fordítani fideszes szavazókat. Itt az, hogy hozzájuk hogy tud szólni, erre még azért nem láttunk nagyon sok példát, ez egy nehéz feladat. Tehát ehhez azért még gondolom a Fidesznek is lesz egy-két szava. mit látsz, mit gondolsz arra, hogy hogyan próbálja meg ezeket a szavazóit körbebástyázni a Fidesz úgy, hogy Magyar Péter hozzájuk se tudjon nyúlni? Hát az egyik ilyen példa, az pont ezek a lejárató kampányok, meg pont az, hogy Magyar Péterről, az ő megszólalásairól, az ő előéletéről, az ő általa megfogalmazott ellentmondásokról folyamatosan hírtad a közmédiától kezdve a megafonon át a kormány közeli sajtó. Tehát, hogyha valaki kinyit egy magyar nemzetet, vagy rákattint az origóra, akkor ott hát nem lehet mondani, hogy ne foglalkoznának Magyar Péterrel, nagyon is foglalkoznak, és nagyon is napirenden tartják az olyan hibáit, vagy az olyan ellentmondásait, amely utána az ellenzéki szavazók számára ugyan lényegtelenek, de mondjuk egy kormánypárti szavazó számára fontos. Tehát például például az, hogy lehallgatta a feleségét, ezen egy ellenzéki szavazó túllendült, de mondjuk egy kormánypárti szavazó nagyon nehezen tud túllendülni, főleg azért, mert napirenden van tartva. Tehát ez például az, az ilyen politikai tábor, körberajzolásnak az egyik módja. Nehezen értem, hogy ezen az ellenzék hogy lendült, ennyire könnyen túl, de ebbe most ne menjünk bele, ugyanis Magyarnak volt egy másik nagy megnyilatkozása ezen a Tegnapi tüntetésen, ami az volt, hogy elkezdenek castingolni. Elkezdenek castingolni olyan embereket, akikből 2026 után vezetők lehetnek, miniszterek, állami cégeknek a vezetői, illetve ezer más. Ilyen folyamatot Magyarországon még nem láttunk. Szerinted egy ilyen lehet egyáltalán sikeres? A politikában olykor előfordul, hogy, hogy vannak kényszerek, és akkor ügyes egy politikus, hogyha ebből a kényszerből előnyt fovácsol, úgyhogy lehetőséget lát. Ugye itt volt már. Egy hasonló példa, sokkal kisebb méretben nyilván, hogy tavasszal nagyon gyorsan ugye Európai Parlamenti képviselőket kellett találnia uh -huh. a Tiszának, és ezt egy ilyen nyilvános castinggal kívánta elérni, és valójában az derült ki ebből az egészből, hogy nagyon díjazta ez a tábor, az, hogy bevonva érezhette magát, hogy úgy látta, hogy van beleszólása abban, hogy tényleg kik lesznek a képviselőik. Bocsáss meg, viszont ez a folyamat, ez félresiklott a megyei listáknál. Tehát, hogy az egy dolog, hogy persze Budapestnél is ugyanez a kiválasztási folyamat volt, viszont hogy megpróbáltak ugye megyei listákat is létrehozni, nem? És hát idő hiányában, és hát nem is volt ugye Igen. azért megyei casting, tehát hogy ott ilyesfajta országos nyilvánosságot kapó dolog nem volt. Ezt a módszert én akkor is ennek utána kérdeztem és utána olvastam. Macrontól vette egyébként Magyar Péter, ugyanis amikor Macron pártja megalakult, egy hát nem teljesen hasonló politikai környezetben, de valójában ő is a baloldal és jobb oldal között egy, egy harmadik irányt szeretett mutatni, akkor nagyon gyorsan találkozott azzal a problémával Emmanuel Macron francia elnök is, hogy hát de hogy lesznek így emberek kép képviselők, azoknak kampánycsapata, hogy lesz, hogy lesz, így káder, hogy ilyen nagyon csúnya szóval fogalmazzak. És a Tisza valójában ugyanezzel a problémával küzd. Ez, amit most Magyar Péter bejelentett, ez annyiban nem újdonság, hogy ezt bejelentette már nyáron, a július elején tartott beszédében is, tudnillik, hogy egy ilyen nyilvános kiválasztási módszerrel fogja a 106 országgyűlési képviselőjelöltjét kiválasztani. Ez a folyamat megakadt, leállt, nem teljesen sikerült ennek a szabályait tisztázni. Most ősszel nyilvánvalóan újra neki rugaszkodnak. De itt, amit mondott Magyar Péter, az még ez egyel több is, mert nem csak országgyűlési képviselőjelöltekre vonatkozik, hanem mindenféle szakértőkre. És a különböző utána adott interjúiban arról beszélt Magyar Péter, hogy hát majd állami cégvezetőktől Igen. kezdve a kormányhivatalok vezetőinál át diplomatáig szeretnének önéletrajzokat begyűjteni. Na most hát itt ezt a kényszert, amiben van, hogy, hogy egész egyszerűen káderhiányjal küzd a Tisza, megpróbálja egy olyan előnyé kovácsolni, hogy egyrészt, hogyha jelentkeznek mondjuk tömegesen erre az emberek, a szakértők, a jelöltek, különböző pozíciókra, akkor lesz egy olyan címlistája, vagy lesz egy olyan bázisa Magyar Péternek. A hogy, a lista. Hát például ezt nagyon pontosan fogja tudni majd a tiszapárt párt, és, és Magyar Péter is, hogy ki az, aki ebben a pillanatban mondjuk nyitottnak mutatkozna valami fajta együttműködésre. Nem biztos, hogy ő lesz valaki, ezek nem is pozícióztásról szólnak, hiszen itt például, hogyha valaki országgyűlési jelöltnek jelentkezik, bár nem tudjuk még a részleteket, az mégiscsak azt azért demonstrálja a Tisza párt felé, hogy ő hajlandó lenne felvállalni az ő Tisza pártiságát. Tehát ez egy nagyon értékes adatbázis egyrészt a Tisza pártnak. Másrészt viszont, és ez sem egy lényegtelen szempont, Merőben ellentétes kiválasztási módszert tud felmutatni a fidesz szemben. Mit látunk a Fidesz kiválasztási módszeréből? Ennél bonyolulta, persze, de mit látunk? Azt látjuk, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek ezzel a Korbán Viktorhoz, vagy a Karmelitába, vagy hallottuk azt, hogy 60 pusztán fogadja már a képviselőjelöltjeit. Ezt, de ezt, fel, igen. ezt utána cáfolták, de ilyen plegykák is voltak. De az a lényeg, Erről képeket is meg szoktak osztani a Fideszes Országgyűlési jelöltek, majd képviselők, hogy ülnek Ormán Viktorral egy asztalnál, és tulajdonképpen akkor megegyeznek, hogy mi legyen ott a választókerületben. Ez eddig nagyjából azt sugalta a választók felé, hogy van egy olyan képviselő, akinek közvetlen bejárása van a miniszterelnökhöz. Uh -huh. Most, hogy egy ilyen kétpárti verseny van, és van egy ellentétes kiválasztási mód, ez azt fogja sugalni, hogy Orbán Viktor lényegében egy személyben dönti el azt, hogy egy-egy választókerületben ki legyen a jelöltő, hagyja jóvá míg Magyar Péter azt kínálja, hogy az országgyűlési jelölti pozícióra lehet jelentkezni, és majd valamilyen kiválasztási vagy szavazási módszerrel el fogják dönteni, de a lényeg az, hogy van beleszólása. Így csinál ebből a hátrányból, hogy fogalma nem lehet, hogy kitindít, mit tudom én, Csongrád megye négyes választókerületében, de így csinál ebből egy előnyt, hogy akkor most lesz kihez nyúlnia. Én itt nem látok egyébként akkor a ellentétet a Fidesznek meg a Tiszának a kiválasztási folyamatok között, az hiszen azért végsősoron soron akármennyire beadja az ember a jelentkezését a Tiszához, a legvégén akkor is a Tiszának a vezetése fog dönteni. Nem volt annél talán még egy demokratikusabb folyamat, annak a kritikáit, azt értem én is, de az előválasztás. Hát egyrészt tényleg várjuk meg ezeket a szabályokat, hogy végső soron ki hogy fog majd dönteni ezekről a jelöltekről, de a kérdésedre válaszolva, hát ugye az előválasztás az mindig ugye egy eszköz arra, hogyha nem tudnak jelöltek között dönteni, akár egy párton belül, vagy ugye amit legutóbb láttunk Magyarországon különböző pártok között. Itt most a probléma, vagy Magyar Péter első számú problémája, hogy nincsenek jelöltek. Tehát nagyon jó példa, mondjuk ez a most a közbeszédbe nagyon is bevonuló Tolna 2-es választókerület, ahol időközi választás lesz legkésőbb januárban. Ugye ez az az egyéni választókerület, ahol Potápi Árpád, Fideszes országgyűlési képviselő meghalt, és ezért egy új választást kell tartani. Na most itt például, ha ránézünk a Tisza helyzetére, akkor itt annyit lehetett tudni, hogy két Tisza sziget is volt, amely ilyen olyan okok miatt megszűnt, fel lett oszlatva, azért is, mert az ezt létrehozó politikai szereplők, az egyik egy volt polgármester, a másik egy volt alpolgármester volt, nem illettek bele a Tisza országos politikájába, de a lényeg az, hogy jelenleg azért sem biztos, korán sem biztos, hogy mondjuk tolna kettőben az időközén el tud indulni a Tisza párt, mert nincs egy kapásból ott előhúzható megfelelő jelöltje. Tehát így nagyon nehéz előválasztást tartani, hogyha egyetlen jelölt sincs. Ami majd itt a kérdés lesz, és, és ezt se kerüljük meg, hogy amikor feláll a 106 Tisza jelölt, mi lesz azokkal a választókerületekkel, ahol más akár ismert vagy fajsúlyos ellenzéki jelölt is el tud indulni. Ez elsősorban a fővárost érinti. Ez elsősorban, sőt, hát szinte kizárólag a fővárost érinti, itt vannak inkunbens ellenzéki jelöltek, és a DK Gyurcsány Ferenc már bejelentette, hogy megnevezik, novembertől elkezdik megnevezni a 106 Aha. egyéni jelöltjüket. Lehet arról hallani, hogy a most hivatalban lévő megválasztott egyéni képviselők is valami fajta közös kiállásra készülnek, vagy valami összehangolják a mozgásukat, ugye ez lett ilyen Duna Egyesületként, apostrofával, az aztán ezt mindenki száfolta, hogy ez, ez lényegében így szerveződik, de hogy ők is nyilvánvalóan mozogni fognak ebben az ügyben, tehát az igazi kérdés majd az lesz, és jövő tavaszra legkésőbb eljutunk eddig a pontig, hogy mi történik azokban a budapesti egyéni választókerületekben, ahol van egy kiválasztott? Tisza jelölt, de mondjuk van egy olyan helyben népszerű, már megválasztott egyéni jelölt, mint mondjuk Zúlóban Hatházi Ákos, hogy ők közöttük mondjuk, hogy dől el az a verseny, hogy kimaradjon, vagy ha mindkettejük maradnak, akkor tulajdonképpen a Fidesz számára egy nagyon nagy esélyt kínálnak ebben a választókerületben, hisz az ellenzéki szavazatok meg fognak oszlani. Még egy utolsó a részvételiséghez, hogy bejelentett egy most elnézést kérek a hallgatóktól, a pontos nevére nem emlékszem, de bejelentett egy saját nemzeti konzultáció gyakorlatilag, amiben az országot érintő fontos kérdésekről ő ott az oktatás meg az egészségügyet emelte ki, amelyben ki fogják kérni a magyaroknak a véleményét. Lehet ennek, és most a Fidesznek a cinizmusával állok el az egészhez, de hogy lehet ennek tényleg az a funkciója, hogy megismerjék az országot, vagy tényleg egy rogán lista, vagy kubatov listára, ha az óradnai listát akarnak ezzel létrehozni? Ugye a magyarok hangja, azt hiszem ez a neve, ennek, amit meghirdetett magyar Péter. Hát itt is látni fogjuk, hogy egész pontosan miről szól, vagy milyen mélységű lesz ez a fajta nemzeti konzultáció, mennyire lesz irányított, mennyire hogy telet majd a különböző véleményeknek, álláspontoknak. Azt gondolom, hogy azt, tehát naivak sosem legyünk. Tehát nyilvánvaló módon az, hogyha valaki részt vesz, bármifajta ilyen pártos aláírásgyűjtésben, konzultációban, bármifajta ilyen aktivitást mutat, akkor az ő adatait előszeretettel megtartják és elmentik, ugyanis egy, egy választásnak a sikere az nem kicsit a mozgósításon múlik, az az, hogy őt a megfelelő pillanatban is eléri az adott párt. Ez egy, ez egy olyan technikai adottság, amely nem csak Magyarországon van így, hát Amerikában csúcsra van járatva ez a módszer. Tehát ez, ez a technikai következménye vagy mellékhatása, ez egészen biztosan meg lesz. Itt valóban az a kérdés, hogy tartalmilag mire lesz jó. Én hát... Amiatt is, hogy elég sok ilyen kampányt azért láttam újságíróként, és megírtam erről. Én inkább arra tippelnék, hogy ennek sokkal inkább egy ilyen napi rendképző szerepe lehet. Uh -huh. Tehát nem vonva azt kétségben, hogy mondjuk egy politikust, vagy egy, vagy egy politikai formációt nagyon is érdekli az, hogy, hogy mit gondolnak az emberek mondjuk a, az egészségügyről, meg, meg nyilván itt nagyon sokan a panaszaikat el tudják, vagy el fogják mondani, de hogy valójában a politika ebben az, hogy akkor a politikai Tud ebből napirendet csinálni, ő tudja tematizálni ezt a témát. Ehhez persze konkrét történetek nagyon jól fognak jönni, és ezeknek mind van szerepük, ezeket nem lebecsülni akarom, de igazából azt lesz majd érdemes nézni, hogy milyen témákban, milyen ütemben, milyen sorrendben, milyen mélységben lesznek ezek a konzultációk. Mert valószínűleg Magyar Péter arra játszik, hogy így tud egy-egy témát sokáig majd napirenden tartani. Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, gyere máskor is. Köszönöm a meghívást. Hallgatóinknak pedig szintén köszönöm a figyelmet. Hogyha nem akartok lemaradni a legfrissebb eseményekről, elemzésekről, kövessétek a hbg minden platformon. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszont hallásra. Van munkád és karriered? Több mint ezer állás vár a HBG állásbörzén november 6 és 8 között új helyszínen a Momsport központban és online. Regisztrálj ingyenesen még ma!